Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Visszatérhet az önkéntes program Szexárdra. Újra a tavasszal már bevált módon segítenének az időseknek. Nem fogadhatnak vendégeket, bezártak a sörözők is a járványügyi intézkedések miatt. Illegális migráció. 16 embercsempészt, 135 bevándorlót fogtak el fél év alatt a Tolna megyei rendőrök. Téli gumicsere. A legtöbb autós egyelőre kivár. Hamarosan újra elkezdhetnek önkénteseket toborozni Szekszárdon. Így oldanák meg az időskorúak segítését a Tolnai megye székhelyen. Ezt a város jegyzője mondta az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján. Gábor Ferenc a Rádió egy műsorában arról is beszélt, hogy akciócsoportokat hoztak létre a polgármesteri hivatalon belül, hogy minél hatékonyabban tudják a járvány miatt jelentkező új kihívásokat kezelni. Önkéntesek vásároltak be az időseknek Szekszárdon, hogy nekik ne kelljen elhagyniuk az otthonaikat a koronavírus első hullámának idején. Most, ha igény lesz rá, újra felállítják ezt a rendszert a Tolnai megye székhelyen. Erről a város jegyzője beszélt az ország leghallgatottabb rádió csatornáján. Úgy gondoljuk, hogy ha indokolt és szükségszerű, akkor nyilvánvalóan az önkormányzatnak segíteni kell. Úgyhogy most így járunk el, hogyha ilyen felkérés vagy ilyen igény jelentkezik, akkor ezt megvizsgálják a kollégák, és ennek megfelelően segíteni próbálnak arra rászorulónak. De nem csak a tavasszal, már országos szinten is kiemelkedően jól szervezett önkéntes program térhet vissza hamarosan Szekszárdra. A polgármesteri hivatalban ugyanis már működnek azok az akciócsoportok, amiknek a feladata, hogy a következő időszakban jelentkező új kihívásokat minél hatékonyabban tudja a város kezelni. Minden területen oktatás, a kodifikáció vagy az egészségügy területen is egy-egy akciócsoport működik, amelynek a feladatait meghatároztuk. Ezek a feladatok nagy részt hasonlóak, mint az előző időszakban, és ezek az akciócsoportoknak a működése, irányítása teszi ki a mindennapjainkat. A cél nyilván az, hogy a védekezést elősegítsük, éppen ezért a kormány rendelt összhangban meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyeknek szükségesnek tartottunk. Gábor Ferenc a Rádió egy műsorában arról is beszélt, hogy a hivatal munkatársai újra elkezdtek védőfelszereléseket beszerezni, hasonlóan, mint ahogy tavasszal az első hullám idején történt. A szájmaszkokat és gumikesztyüket, valamint a készfertőtlenítőt pedig az önkormányzathoz tartozó intézményekben osztják majd szét. Tolna megyében 1678 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Ez 85 fővel több, mint csütörtökön, derült ki a kormány hivatalos oldalán közölt adatokból. A statisztika szerint országosan összesen 8907-re nőtt a fertőzöttek száma péntekre. Meghalt 99, többségében idős krónikus beteg, több mint 99 ezer aktív fertőzött van Magyarországon. Kórházban közel 6700 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 518-an vannak lélegeztetőgépen. 5%-ra csökken a kiszállított ételek áfája az eddigi 27%-ról az éttermek zárvatartásának átmeneti időszakára, közölte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a közösségi oldalon. A vezérigazgató kifejtette, hogy erre az intézkedésre azért van szükség, hogy a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek kárát mérsékelni lehessen, s ezáltal ki tudják fizetni a béreket, és fent tudjanak maradni. Hozzátette ugyanakkor, hogy az adómérték csökkentését magára a kiszállításra nem lehet alkalmazni, ezért a számlát meg kell osztani, így a szállítás díja továbbra is 27%-os áfával terhelt tétel. Guller Zoltán elmondta, a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik az este 7 órás bezárás, onnan este 8 után is házhoz lehet szállítani az ételeket, italokat. Nem csak az éttermek, a sörözők sem fogadhatnak vendégeket a kormány legújabb intézkedései értelmében. A vendéglátóipari egységek kénytelenek voltak bezárni. Azt mondják, nem látják a jövőt, nem tudják, hogy mire lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. A tulajdonos éppen lelakatolja az egyik legnépszerűbb szekszárdi pub ajtaját, bár a kedd este megjelent magyar közlöny legfrissebb számában a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedésekről szóló bekezdésben a kormány nem tette kötelezővé a vendéglátó egységek bezárását, a szórakozóhelyek üzemeltetői mégis erre kényszerültek. Mi ugyan itt lehetünk, tehát a tulajdonos, illetve az alkalmazottak, de vendéget nem fogadhatunk, csak elvitelre adhatunk italokat,
Ennek meg úgy láttuk, hogy semmi értelme nincsen, így hát mi is bezártunk immáron már másodszor ebben az évben. Elég nehezen éljük ezt meg, de hát a törvényeket be kell tartani. Egy másik szekszárdi szórakozóhely tulajdonosa azt mondja, a nehéz helyzet ellenére nem tervezi a dolgozók elbocsátását. Ugyan elestek minden bevételi forrástól, továbbra is biztosítja a fizetést számukra. 11-én be kellett zárnunk. Ez olyan szempontból érintett minket, hogy nincsen semmilyen bevételi forrásunk, és így nyilvánvalóan, bár a kiadásaink azok nagy részt megmaradtak, tehát gondolok itt akár a bérleti díjra, akár ugye a dolgozóknak a fizetésére, hiszen itt ugye többen dolgoznak, és szinte mindenki mögött család van, amit el kell tartani. A tulajdonos úgy fogalmaz, sok kis vállalkozás mehet így tönkre, hiszen a tartalékok végesek, a jövőkép pedig bizonytalan. Még nem tudni, hogy meddig kell zárva tartaniuk. Új intézkedéseket hoztak Bátaszéken is a járvány elkerülése érdekében. Bezártak a kulturális intézmények, a tanúszoda és a városi sportcsarnok is, csak a versenysportolókat és a testnevelés órán résztvevő diákokat fogadja. A maszk használatot nem tudja kötelezővé tenni a 6300 fős város polgármestere, de mindenkinek ajánlja. A szerdán életbe lépett kormányrendelet értelmében újabb óvintézkedéseket kellett hoznia a településeknek, városoknak. Bátaszék polgármestere is több rendelkezést hozott a járvány megfékezése érdekében. A Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár, a Tájház és a Városi Tanúszoda is bezárt. A háttérben folynak ugyan a munkálatok, de látogatókat már nem fogadnak. A Vice János Városi Sportpályán csak a versenysportra és az egyéni sportolásra van lehetőség, tehát ha valaki ki szeretne menni futni, nyugodtan megteheti, de a csoportos sportolás már nem megengedett. A Kalász János Városi Sportcsarnokban is csak az iskolai testnevelés órákat tartják meg, valamint az igazolt sportolók edzésekre használhatják. A polgármesteri hivatal működésében is változásokra lehet számítani. Csökkentettebb ügyfélfogadással állunk a bátaszékiek rendelkezésére, csak hétfőn délelőtt, illetve szerdán délután van lehetőség személyesen ügyeket intézni. Kérjük a városlakókat, hogy lehetőség szerint telefonon vagy előzetes időpont egyeztetéssel keressék fel hivatalunkat az ügyeik intézése érdekében. Tervezik a hivatalban, hogy váltott időszakos home office-t vezetnek be, vagyis nem lesz bent egyszerre mindenki az intézményben, A és B hétre szervezik a beosztást, hogy csökkentsék a személyes találkozásokkal a vírus terjedését. Idén a város már semmilyen rendezvényt nem szervez, így elmarad a 70 éven felüliek karácsonyi ünnepsége, az adventi forgatag és a fiatalok a városért évvégi záró fogadása is. A 10 000 fő fölötti városvezetés saját jogkört kapott arra, hogy kötelezővé tegyék a közterületeken is a maszk használatot. Bátaszéken, mivel mi 6300-an vagyunk, így erre nem kaptunk felhatalmazást, de felhívjuk a városlakók figyelmét, hogy a saját és embertársaink egészsége érdekében lehetőleg minél több helyen használjanak maszkot, így városi piacon, vagy adott esetben akkor, amikor mondjuk az iskola előtt várják a gyermekeiket, annak érdekében, hogy a vírus terjedését lehessen egy kicsit gátolni. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a játszótereket használhatják a családok, de az itt lévő kosárpályát és focipályát nem. Fontos, hogy itt is kerüljék el a csoportosulást. Csak az elmúlt egy hétben 4 ember csempészt és 75 migránst kaptak el a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Az elmúlt fél év alatt pedig 16 ember csempészt és 135 bevándorlót fülelt le a hatóság Tolna megyében. Legutóbb az M6-os autópályán a Dunaszentgyörgyi pihenőnél fogtak el egy 48 éves magyar férfit, akinek a teherautójában 4 illegális migráns találtak. A rendőrök a magyar férfit őrizetbe vették. Vonulnak a rendőrségi buszhoz az illegális migránsok, akiket a rendőrség az M6-os autópálya Dunaszentgyörgyi pihenőjénél fogott el. Az egyenruhások a teherautóban 38 magát szírnek valló utas találtak, akik között 2 gyermek és 3 nő is volt. A külföldiek sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásokat nem tudták igazolni. A rendőrök az elfogott illegális bevándorlókat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határhoz. A német rendszámú teherautót egy török férfi vezette. Őt a Tolna megyei rendőrök őrizetbe vették, embercsempészés elkövetésével gyanúsították meg.
Sióagárdon a síótöltésen is találtak migránsokat a rendőrök két napra rá. Az illegális migránsok közül kettő líbiai, egy marokkói állampolgárnak vallotta magát. Ám ezek a férfiak sem tudták személyazonosságukat, magyarországi tartózkodásukat igazolni, ezért a rendőrök őket is visszakísérték az ideiglenes biztonsági határhoz. Csak úgy, mint azokat a külföldieket, akiket a rendőrség ismét az M6-os autópálya paksi szakaszán, a Dunaszentgyörgyi pihenőhelynél fülelt le egy igazoltatás során. Egy magyar rendszámú Suzuki típusú személygépkocsi közlekedett az autópályán Budapest irányába, amikor kollégáim figyelmesek lettek arra, hogy migránsoknak tűnő személyek utaznak az autóban. A járművezetőt, illetve az autóban utazókat igazoltatták, akik közül a sofőr egy 48 éves magyar állampolgár volt, illetve az autóban utazott még négy magát szírnek valló férfi. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a budapesti férfit őrizetbe vették és embercsempészés elkövetésével gyanúsították meg. A férfi letartóztatására is indítványt tettek. Csak az elmúlt egy hétben 4 embercsempészt és 75 migránst kaptak el a Tolna megyei rendőrök. Az elmúlt fél év alatt pedig 16 embercsempészt és 135 bevándorlót fülelt le a hatóság Tolna megyében. Egyelőre a legtöbb autós még kivár a téli gumik cseréjével, pedig már vannak olyan napok, amikor a nyári gumi nem biztosít megfelelő tapadást. Ezt mondja a Tolnai Antal Szerviz vezetője. A szakember szerint Magyarországon még mindig az a legjellemzőbb gyakorlat, hogy az autótulajdonosok az első hó lehultáig kivárnak a gumik cseréjével, pedig ez életveszélyes is lehet. Hetente nagyjából 50 autón csinálnak most gumicserét ebben a tolnai szervizben. Novemberben ennél már jóval többen szoktak ilyen munka miatt ideérkezni. Most viszont valószínűleg a koronavírus járvány miatti gazdasági visszaesés is közrejátszik abban, hogy az autósok többsége egyelőre kivár. Ezt mondja a szerviz vezetője. Nagyon sokan ugye ráfogják arra, hogy kevés kilométert fognak menni, és ugye nem szereltetik át vagy a nyárira, vagy a télire. Ugye én ezt mindenképp egy nagy hibának tartom. Az ügyfelek részéről, mert ugye bármelyik kilométer, bármelyik 100 méternél történhet egy olyan fékezés, amikor nem megfelelő ugye a tapadás. A szakember szerint a téli gumikat akkor kell felrakatni, amikor az átlag hőmérséklet 7 Celsius fok alá süllyed. Antal Zoltán viszont azt mondja, Magyarországon még mindig elterjed gyakorlat, hogy az autótulajdonosok még ekkor sem fordulnak a szervizekhez, hanem az első hó lehullásáig várnak. A tolnai műhelyvezető szerint ez veszélyes, és érdemes lenne dátumhoz kötni a kötelező téli gumi használatot, mint például Ausztriában, ahol november 1-től egészen április 15-ig semmilyen autó nem közlekedhet téli gumi nélkül. Én azt javaslom, hogy aki megteheti, és ezek a 10 fok alatti hőmérsékletek vannak most már jelen ugye folyamatosan, mindenképp cserétessék le a gumit, hogyha lehetőség van rá, ugye egy biztonsági okok miatt. Ugye lehet, hogy nem csak a mi életünket menti meg, hanem ugye a többi közlekedő partnerét is. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy egyre több internetes oldalról lehet téli gumit rendelni. Így vásárolni pedig sokkal nagyobb rizikót jelent, mint személyesen. Az interneten ugyanis a tapasztalatok szerint gyakran már több éve raktárban álló, előregedett gumikat adnak el a bolti árnál jóval olcsóbban. Az ilyen eszközök pedig az anyag öregedése miatt nem megbízhatóak. November közepétől március elejéig a madarak etetésére is figyelmet kell fordítani. Szakemberek szerint fontos a rendszeresség kialakítása, és az is, hogy gondosan válasszuk ki a megfelelő táplálékot az állatok számára. Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj marad itthon. Bár hazánkban emberi segítség nélkül is átvészelik a telet, de az etetők biztonságot jelenthetnek a környéken élő madaraknak. Fák, bokrok, a termései azok tökéletesen megfelelnek, de nyilván télen egy plusz kiegészítő táplálék is kellhet nekik. Én azt mondanám, hogy az első fagyok beálltától érdemes elkezdeni, és ami nagyon fontos, hogy nagyjából a tavaszi időszakig, az utolsó fagyokig, illetve amíg tartós hótakaró van, addig folytatni is kell. A szakértő azt mondja, fontos a madáretető helyének kiválasztása. Érdemes azt egy olyan örökzöld fára helyezni, ahol a madarak nyugodtan el tudják fogyasztani a táplálékukat, és nem kell egy másik állat támadásától tartaniuk. A megfelelő táplálékra is ügyelni kell, ugyanis a sózott, pörkölt magvak nem alkalmasak az etetésre, kizárólag csak a natúr változatuk. Mindezek mellett télen is érdemes itt
kutatót is kihelyezni, mivel a madarak számára ez az időszak szárazságot jelent, mert a befagyott vízből nem tudnak inni. Nekik ilyenkor télen a zsír felhalmozására van szükség, tehát minél magasabb energiatartalmú magvakat kell nekik adni, akár egy szalonna kihelyezésére is van lehetőség. Kenyeret azt semmiképpen ne adjunk nekik, ugye ezt többször említették már, hogy az esetlegesen nem fagyos, de nedves környezetben megromlik, és komoly problémákat okoz a madaraknak. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a madáretetés nem egy egyszeri alkalom. A madarak gyorsan megszokják azt, és számítanak a táplálék folyamatos utánpótlására. Évről évre akár messziről is visszatérnek az etetők közelébe, ezért ha váratlanul abba hagyjuk az eleség pótlását, számukra végzetes is lehet. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Személyes ügyintézés a kormányablakokban. Visszatértek az időpontfoglalásra. Illegális szemétlerakók. 700 köbméternyi hulladékot szállítottak el a Berekből. Bajuszos november. A prostata szűrés fontosságára hívják fel a figyelmet egy hónapon keresztül. A járványhelyzet miatt a kormányablakokban és a kormányhivatal ügyfélszolgálatain személyesen, kizárólag előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni. Javasolják, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarország.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámot, melyen elérhető a kormányzati ügyfélvonal. Újra bevezették az időpontfoglalásos rendszert a kormányablakokban, okmányirodákban, mondta a Baranyai Kormányhivatal főigazgatója stábunknak. Van egy időpontfoglalásos honlap a magyarország.hu honlapján is, illetve 1818-on, valamint az ügyfélkapuval rendelkezők is megtalálják ennek a módját. A Baranya megyei kormányhivatal honlapján is fönt vannak ezek az elérhetőségek, címek. Minden ügytípust elintézhetnek így, mondja a főigazgató. Azonban figyelni kell azoknak, akiknek lejárt okmányuk van, de eddig nem kellett meghosszabbítani a járványhelyzet miatt. Ezek az okmányok december 15-ig érvényesek, még a nyáron a veszélyhelyzet megszűnése során hozott kormány rendelet, illetve törvény alapján, és ez az időpont nem változott egyelőre, tehát marad a december 15, mindenki figyeljen arra, akinek a tavasz időszakban lejárt az okmánya, hogy december 15 után nem lesz érvényes, és esetleg ebből problémája lehet. Ezért célszerű bejelentkezni ügyintézésre. Egyszerre annyi embert fogadnak, ahány munkaállomás van az adott kormányablakban. Úgy számolnak, negyed óra jut egy-egy ügyfélre. Így a munkatársok óránként 4 embert tudnak fogadni. 155 védett természeti területről mintegy 8200 köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállítanak el, és semmisítenek meg idén. Erről beszélt az Agrárminisztérium államtitkára Ordacsehiben. Rácz András kiemelte, az Ordacsehiben talált hulladéklerakó helyén épülhet meg Berek Világa látogatóközpont, ahol a nagyberek élő világát mutatják be az érdeklődőknek. A Tisztítsuk meg Magyarországot program keretében egyre több terület válik tisztává. A nagyberek hazánk egyik legmeghatározóbb ökológiai kistája, változatos élő- és növényvilága egyedülálló az országban. Aki ide kisétel, az talán a legszembeötlőbb a madárvilág. Mindenhol az a leglátványosabb. Gondoljunk itt a fölöttünk elhúzó nyári ludakra, vagy récék, gémfélék telepei ugyanúgy megtalálhatók itt a területnek a nádassásos állományában. De ahol megmaradt még a vízborítás, nyilvánvalóan a halfajok, a lápipóca, réticsik, amik fokozottan védett fajok, ugyanúgy hazánkban az összes hüllő és kétéltű faj védett, amit hatványozottan megtalálható. A Balaton felvidéki nemzeti parkhoz tartozó területen récék, gémfélék, ragadozó madarak, a lápipóc és a mocsári teknős is megtalálható. Puskás Zoltán Ordacsehiben arról beszélt, közel 400 millió forintból alakítanak ki egy látogatóközpontot, amely ezt a csodálatos élővilágot mutatja majd be.
A munkálatok megkezdésekor azonban nem látott mennyiségű szemétre találtak itt 2 méter mélyen. A szakemberek szerint az 1980-as években illegális hulladéklerakóként üzemelt. Először ettől kellett megtisztítani a berek ezen részét. A 700 köbméternyi háztartási és építési szemetet kamionokkal szállították el a területről, de nem ez az egyetlen ilyen védett természeti terület hazánkban, amelyet szemétlerakóként használtak. A nemzeti park igazgatóságok országszerte, a 10 nemzeti park, 155 védett természeti területen 8200 köbméter hulladékot azonosított. Ez az a mennyiség, amennyit el kell szállítsunk, és ezzel a munkával idén év végéig végezni is fogunk. Az elmúlt héten indult el a Tisztítsuk meg az országot programban a Nemzeti Park Igazgatóságok akciója. Ez alatt az idő alatt már 30 helyszínről 1100 köbméter hulladékot sikerült elszállítanunk. A Tisztítsuk meg az országot projektben az első ütemben a nemzeti parkok területeit tisztítják meg. Rácz András Ordacsehiben arról beszélt, nagyon fontos feladat a prevenció, így az óvodákban és az iskolákban is a környezettudatosságot ösztönzik. Emellett a már megtisztított területeket tovább ellenőrzik. A frekventált területek, tehát illegális lerakással érintett területek körbekerítésével, bekamerázásával, sorompók telepítésével, illetve a szemléletformálással is. Ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Park Igazgatóságok a magyarországi ökoturizmus legnagyobb letéteményesei, mintegy 700 ökoturisztikai létesítményt tartunk számon Magyarországon, ennek felét, 350-et valamelyik Nemzeti Park Igazgatóság működteti, 1,6 millió regisztrált látogatónk van, csak a környezeti nevelési programokon résztvevő gyerekek száma évente 200 ezer. A Berek Világa Látogatóközpont várhatóan 2021. októberére épül meg. Az eseményen Hidvégi József Fonyót polgármestere kiemelte, azt szeretnék, ha fellendülne a térségben az ökoturizmus, ezt segíteni elő az új interaktív látványosság is. Bajuszos november. Egy ausztrál kezdeményezésre már hazánkban is így hívják fel a figyelmet a prosztata szűrés fontosságára ebben a hónapban. A férfiak egyik vezető haláloka ez a betegség, ami azonban korai stádiumban felfedezve gyógyítható szinte minden esetben. A prosztatarák kialakulása sokáig tünetmentes, ezért sokszor már csak akkor fedezik fel a betegséget, amikor már áttéteket képzett a rák. Éppen ezért fontos a rendszeres szűrés, akár már 40 év fölött. Bajuszos férfiak novemberben nem ritka látvány ez ma már hazánkban. Ez a hónap a prosztatarák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet. Jelenleg például a világ nagy országai közül az Egyesült Államokban már a prosztatarák a férfiak vezető onkológiai haláloka. Magyarországon még nem az első, hiszen második, harmadik helyen található. A beteg szám az évente több ezerre tehető, sajnos a halottak száma is. Amit érdemes a közönségnek tudni, hogy mi ezt oktatjuk orvostahallgatóknak, betegeknek, laikusoknak, bárkinek, hogy a prosztataráknak a korai stádiumban semmiféle tünete nincs. Ez egy szűrendő betegség. Urológus végzi a szűrést, amitől sokan félnek, de csak kisebb, kellemetlen érzésről van szó, viszont életmentő lehet. Vannak fizikális vizsgálatok, meg kell néznünk a prosztata felszínét, ez egy végbélen keresztül vizsgálatot jelent. Levesszük a prosztata specifikus antigént, amit már a laikusok is nagyon jól tudnak, hogy ezt PSA-nak hívják. Elbeszélgetünk a betegekkel, sőt, ha kell, képalkotó vizsgálatokat is végzünk. Ez normál esetben 50 éves kortól ajánlott. Évente legalább egyszer. 50 év alatt ritkábban jelentkezik ez a betegség, de előfordul. Éppen ezért 40 év felett már ajánlott jelentkezni szűrésre. A klinika igazgató azt mondja, korai stádiumban felfedezve gyógyítható szinte minden eset. A prosztatarák hajlamos csontáttéteket képezni. Így sokszor előfordul, hogy akkor kerülnek felfedezésre a betegek, ha már a csontjaikban, a gerincük mentén például elindult a rákos folyamat, és ez fájdalommal járt. És végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Visszatérhet az önkéntes program Szexárdra. Újra a tavasszal már bevált módon segítenének az időseknek. Nem fogadhatnak vendégeket, bezártak a sörözők is a járványügyi intézkedések miatt. Illegális migráció. 16 embercsempészt, 135 bevándorlót fogtak el fél év alatt a Tolna megyei rendőrök. Téli gumicsere. A legtöbb autós egyelőre kivár.
A hétvégén nem változik számottevően időjárásunk, napsütés megint csak legfeljebb kevés helyen fordulhat elő. Borongós, párás, nyírkos, helyenként ködös időre van kilátás többfelé szitálással. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!